Szó lesz arról, hogy elindult a roham a halakért térségünkben is, és beszámolunk arról, hogy az ünnepek közelettével is rendkívül fontos a véradás. Megyénkben több helyen is várják a véradókat. Tartsanak velünk, kezdődik a híradó. Szerdán Győrben is megkezdődött az 5 és 11 év közötti gyermekek oltása koronavírus ellen. A győri kórház átszervezte az oltópontját a kórház A épületébe, amit a baba inkubátor felől lehet megközelíteni. A gyermekeket a vaccinainfo.gov.hu honlapon lehet regisztrálni az oltásra. Az érvényesített regisztrációval a szülők az ESZT időpont foglalóban tudnak időpontot kérni megyénkben a győri, a soproni és a mosonmagyaróvári kórházi oltópontokra, írja a Kisalföld. December 21-éig a biztonsági földgáz készletéből látja el a Győr Szól a győri fogyasztókat. Miután az eddigi gázszolgáltató céggel a Győr Szól december 14-től felmondta a szerződést. A Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal a biztonsági készlet biztosítását a győri felhasználók távhőszolgáltatásának biztosítása érdekében hozta meg, írják közleményükben. A Győr Szólnak december 21-én 6 óráig kell új földgáz kereskedelmi szerződést kötnie. A Globál Energia Zrt. 2014 óta látta el földgázzal Győrben a távhőszolgáltatásért is felelős Győr Szól Zrt.-t. A földgázkereskedő októberben kezdeményezte a 2020-21-es, illetve a 2021-22-es szerződés módosítását, amelyhez a győri közgyűlés nem járult hozzá. Továbbra is jelentős, de néhol enyhén csökkenő tendenciát mutat a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Mint írják, az országban általánosságban stagnáló néhány mintavételi helyen enyhén csökkenő tendencia jellemzi a szennyvízben mért koronavírus örökítő anyag mennyiségét. A koncentráció egyik vizsgált városban sem nőtt, csökkenést többek között Győrben tapasztaltak a szakemberek. A folyamatos vérellátás miatt rendkívül fontos, hogy az ünnephez közeledve is sokan menjenek vért adni. A vérellátó intézmények karácsony előtt és a karácsonyt követő munkanapokon is nyitva tartanak, így Győrben is van lehetőség a véradásra. Emellett pedig kihelyezett véradásokon is várják az embereket. Kun Szilvia, a Győr-Moson-Sopron megyei Vöröskereszt vezetője elmondta, megyénk mindig is élen járt a véradásban, azonban a pandémiás időszakban csökkent a véradók száma. Hozzátette, fontos, hogy aki teheti, ezekben a napokban is segítsen. Az ünnepi időszakban is rendkívül fontos a véradás. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat is. Kun Szilvia, a Győr-Moson-Sopron megyei Vörös Kereszt vezetője híradónknak elmondta, megyénk mindig is élen járt a véradásban, azonban a pandémiás időszakban csökkent a véradók száma. Hozzátette, fontos, hogy aki teheti, ezekben a napokban is segítsen, hiszen a gyógyulásukra váró betegek is számítanak a véradókra. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmét Győr-Moson-Sopron megye lakosságának, hogy aki eddig még nem vett részt ebben a mozgalomban, az most kapcsolódjon be, és miért is kapcsolódjon be, mert azt gondolom, karácsonykor mindenki szeret ajándékot adni, és ajándékot kapni, és ez egy ilyen történet, ugyanis, hogyha sikerül a vért leadni, akkor adományoztam egy olyan részt magamból, ami számomra is fontos. Segítettem olyan embereknek, akik betegen jelenleg a kórházban arra várnak, hogy azt az anyagot kapják meg, ami semmilyen más módon nem pótolható, csak ember-embernek adhat vért. Így gyakorlatilag még egy ajándékot kaphatok is karácsonykor, karácsony előtt, hogy kézbesítették azt a csomagot, amit én ünnepek előtt valakinek adományoztam. Egyetlen véradással egyébként három betegen lehet segíteni. Vért az adhat, aki egészségesnek érzi magát. Elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves. Fontos, hogy jelenleg a véradáshoz védettségi kártyával sem kell rendelkezni. Védettségi igazolvány semmiképpen nem kell. Ellenben, ami fontos, hogy Covid-dal ne találkozunk, Covidos kontaktja ne legyen, illetve magán ne észleljen Covidra jellemző tüneteket. Abban az esetben, hogyha valaki külföldről érkezik és karantént rendelnek el, akkor 14 nap elteltével lehet a véradás helyszínére lépni. Térségünkben egyébként több helyen is van lehetőség véradásra.
Folyamatosan várjuk a véradókat a vérellátó szolgálat Magyar utcai telephelyén. Most karácsony előtt még beiglivel ajándékozunk meg minden véradót, illetve szaloncukorral. A vérellátó szolgálat szaloncukorral, a Vörös Kereszt beiglivel ajándékozza meg, és két ünnep között pedig pezsgővel várjuk a véradásra jelentkezőket. Ezen kívül kihelyezett véradásaink is természetesen a megye minden pontján elérhetők. A kihelyezett véradások időpontjai és helyszínei a véradás.hu oldalon találhatók. Vádat emeltek az ellen a 80 éves férfi ellen, aki rossz irányból hajtott fel az M85-ös autó útra és balesetet okozott. A győri járási ügyészség vádirata szerint az idős férfi 2021. júniusában párjával utazott autójukban, mikor az M85-ös autóút Nagycenki felhajtójánál rossz irányból hajtott fel, és a forgalomban szemben kezdett közlekedni. A férfi 5 percet haladt a forgalommal szemben, mikor ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő autóval. A balesetben a vétkes autóban 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek, míg a szabályosan közlekedő jármű vezetője súlyosan megsérült. A férfi ellen az ügyészség közúti baleset okozása miatt emelt vádat. Vele szemben egy évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, valamint az ügyészség indítványozta, hogy tiltsák el a járművezetéstől. A zöld lakás hitel kompatibilis győri lakások átlagos négyzetméter ára decemberben elérte a 680 ezer forintot, közölte az egyik magyarországi ingatlan közvetítő cég. Mint írják, a Zöld Otthon programban 2,5%-os fix kamat mellett lehet maximum 70 millió forintos, legfeljebb 25 éves futamidejű lakáshitelt igényelni, energiatakarékos, négyzetméterenként legfeljebb évi 90 kWh energia igényű, vagy annál jobb kategóriába tartozó lakó ingatlan vásárlására és építésére. Továbbra is a pontja legkeresettebb halfajta karácsonykor, de afrikai harcsából is egyre több kerül az ünnepi asztalra. Népszerűségét megbízható minőségének köszönheti, illetve annak, hogy kevés szálkát tartalmaz, mondta el híradónknak a győri Előre Halászati Termelőszövetkezet igazgatója. Szilágyi Gábor beszélt arról is, hogy az éves halmennyiség 30-40%-a a karácsonyi időszakban fogy el. Bár az egy főre vetített átlag 2019-ben már megközelítette a 6,5 kg-ot, még így is elmarad az uniós adatoktól, ezért több kampány is indult a halfogyasztás népszerűsítésére. Lesz elég hal idén karácsonykor. A győri Előre Halászati Termelőszövetkezet igazgatója azt mondja, felkészültek a megnövekedett forgalomra, hiszen a legtöbb halat, az éves mennyiség 30-40%-át az ünnepek alatt esszük meg. A ponty még mindig nagyon erős, de az afrikai harcsa az elmúlt években szinte melléért, azt kell, hogy mondjam. Tehát azoknál a cégeknél, akik feldolgozással is foglalkoznak, az afrikai harcsa sokszor megelőzte már a pontyot. Az, hogy szálkamentes, megbízható, kiegyensúlyozott minőséget produkál, ezt nagyon szeretik a vevők. Évente 6,5 kg halat fogyasztunk fejenként. Ez messze elmarad az unió 24 kilós átlagától, ezért a szakemberek több kampányt is indítottak a halhús népszerűsítésért. Szilágyi Gábor kiemelte, az Európában nevelt halak minősége garantált, az ázsiai országokból érkező uszonyosokról azonban ez már nem minden esetben mondható el. Leginkább az ázsiai országokból származó termékekkel van gond, mert ott a takarmányozás és a tartás is nagyon laza körülmények között folyik, minimális kontrollal, bármilyen hormonkészítményeket, bármilyen adalékanyagokat használhatnak a takarmányokban, sosem tudjuk, hogy milyen körülmények között nevelték, és az meg is látszik egyébként, tehát kimutathatóak laborvizsgálatokkal is ezek az eltérő értékek. A minőségért azonban mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk. Az európai piacon ugyanis tavaly hiánycikk volt a tógazdaságból származó hal, amire a termelők áremeléssel reagáltak. A többi halfajtánál ez majd csak január-februárban fog begyűrűzni, amint a dráguló takarmányárak elérik az intenzív telepeket is. A ponty, amit a legtöbben szeretnek, 1300 és 1500 forint között van most élő formában a piacon általában, feldolgozott formában pedig annak függvényében, hogy egész vagy szelet, 1800-tól a 3000 forintig.
A busa ára is egy 20%-ot emelkedett, tehát ott is 600 forint körül lehet az élő busához hozzájutni az üzletekben, már ahol lehet még kapni, és a szelet és a filé ára is jelentősen 1500 és 2000 forint közé emelkedett az elmúlt időszakban. Szilágyi Gábor beszélt arról is, hogy lehet élő halat árusítani a boltokban, a szabályok azonban sokat szigorodtak. A vevő például nem láthatja, ahogyan elkábítják a halakat, amelyekből a kádakban is csak bizonyos mennyiséget lehet tartani. Győr-Moson-Sopron megyében 46 településen 1203 fát ültettek el az ország fásítási programban. A 2020-ban meghirdetett programban 19 megyében összesen 514 településen 14 000 sorfát ültettek el, közölte az Agrárminisztérium. A legtöbb faültetés Vas megyében zajlott, második helyen Győr-Moson-Sopron megye, a harmadikon Borsod-Abaúj-Zemplén megye szerepel. A program két ütemében 2020-2022 összesen 36 000 sorfát helyeznek földbe, 1350 településen, összesen 1,5 milliárd forint támogatásból. Az egyik győri nyelviskolában most a tanulás mellett jótékonykodni is lehet. Ingyenes bérletek felajánlásával most azoknak szeretnének segíteni, akik tanulnának, de nem engedhetik meg maguknak, hogy tanfolyamon vegyenek részt. Éppen ezért hirdették meg a jótékonysági akciójukat, melyben minden jelenlegi és leendő diák részt vehet. Tetszőleges számú alkalmat ajánlanak fel a bérleteikből, a nyelviskola pedig azokat megduplázva biztosít nyelvtanulási lehetőséget a rászorulóknak. A nyelviskola szerkesztőségünkbe eljutatott közleményében azt írja, a kiválasztott rászorulók közül több gyermekes édesanyák és diákok is vannak, akik esélyt kapnak arra, hogy elérhessék nyelvtanulással kapcsolatos céljaikat. Csütörtökön egy gyenge hidegfronthoz többfelé átmenetileg kisebb esőt, egy-egy záport, de kezdetben az északi tájakon ónos esőre is számítani kell. Délután helyenként rövid időre kisüthet a nap. A Dunántúlon megélénkül megerősödik az északnyugati szél, kora délután 2-8 fokot mérhetünk. Pénteken változóan napos felhős időre van kilátás, egy-egy zápor, hózápor elszórtan a keleti tájakon fordulhat elő. Az élénk erős helyenként viharos északnyugati szélben 3 és 7 fok közötti maximumokat mérhetünk. Hétvégén is számíthatunk több-kevesebb napsütésre, egy-egy zápor, hózápor csak elvédve fordulhat elő. Kedves nézőink, ez volt az Oxigén Média híradója december 15-én szerdán. További híreinket és tudósításainkat megtalálják a győrihírek.hu oldalon és az Oxigén Média Facebook oldalán. Én mára búcsúzom, köszönöm figyelmüket, holnap este 7 órakor ismételten várjuk Önöket. Thank you.